Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön kis Warframe, jöjjön ember nörfje, ahogy sokan hívnák. Viszont én nem szeretném így hívni, amit mondani szeretnék, hogy szerintem a Warframe mostanra nagyon-nagyon sokat alakult, és fog alakulni, így aztán a különböző Warframe-eket mindenhez igazítják, és egyfajta játék stílus próbál megszüntetni a díj, amit én észrevélni látok, és az pedig az a játékstílus, hogy álljunk egy helybe, és aljanak meg az enemik, mert hogy nekünk kényelmes legyen. Egy kicsit talán úgy veszem észre, hogy azt akarják, hogy többet mozogjunk a pályán, és jobban megküzdjünk azért a bizonyos sikerért, de ez csak az én véleményem. A másik pedig, amit mondtam a Chroma videóban is, amit nemrég töltöttem föl, hogy a régi játékosoknak, akik már régóta játszanak, egy újfajta endgame-et, egy újfajta kihívást kell találniuk a játékba, hogy újra megtaláljuk mondjuk azt az élvezetet, ami régebben élvezetet nyújtott számunkra, úgyhogy ebből a szempontból én például úgy érzem magam a Warframe-ben, mintha tegnap kezdtem volna a játékot, főleg a Plains of Eldolna update óta rengeteg új információ, farmolni való, új buildek, új fegyverek, és egy csomó minden van a játékban, amit igazából tényleg olyan egy bizonyos szempont, mintha újra kezdenéd, bár már sok minden van azon az akkonton, ugye, amivel játszom, de az újabbnál újabb tartalmakkal, újabbnál újabb dolgokat fedezek föl a Warframe-be, és ez az új játék számomra. Sok-sok játékban panaszkodunk arra, hogy nem elég változatos, nem jön be elég új fegyver, vagy új content, vagy valami, és van itt egy játék az éterben, Warframe-nek hívják, ami konkrétan fél évente, évente hoz ki valami újat és extrát, és nagyon kevés játék teszi meg ezt manapság. Szóval így kötünk ki az embernél, és úgy gondolom, hogy ez valójában nem nerf, hanem átváltozás és hozzáalakulás az új irányzathoz, amit a Digital Extreme elképzel a Warframe-ről. Nos, ebben az esetben és ebben a megvilágításban szeretném helyezni az embert, és beszélni egy kicsit róla, hogy hogyan játszunk, tehát kicsit oda teszik az a sorozat, hogy hogyan játszunk emberrel, 2018-ban című történet. Nos, az elsősorban hozzá fogom tenni, ugye az ember ultia kapta a legnagyobb nörföt, és pedig azt csinálja, ugye, hogyha elkapcsoljuk, akkor megjelenik egy számláló az ultinál, ami 0-tól 100%-ig fölmegy, és ezen idő alatt az ultiának a range-e megfeleződik, továbbá ugye, de cserébe megnő az ereje, és még az energiafogyasztása is magasabb lesz az ember ultinak. Na most, ugye a probléma, amitért a legtöbb Warframe játékos sír, az, hogy lecsökken az ultiának a hatóköre, ezért már nincs meg az a kényelem, hogy csak sétálgatunk, vagy állunk egy helybe, és az enemik elpusztulnak. Én, amiért egyedül sírok, az, hogy az energiafogyasztás magasabb lett, és most már nem tudom egy óráig fenntartani az ultit, és csak kardozgatni, mert időről időre vissza kell töltenem azt a bizonyos ultit, de egye fene kibírom, mert a játék hosszúságra, amit bent vagyok, egy adott farmoláson vagy egy küldetésen, az teljesen megfelelő az az energiafenntartás Prime Flow-val tulajdonképpen, úgyhogy annyira nem vérzik a szívem. Na most viszont ez, hogy lecsökken az ultiának a hatótávja, egy új játék stílust hoz fel az embernek, amiről úgy vettem észre, hogy ha jobban kevered a tenóddal, tehát ki jössz a tenódból időnként, megzavarod az enemit, kicsit mondjuk többet kardozol, mint lősz, ezáltal egy kicsit pörgősebb, gyorsabb játékot kell játszani az emberrel. Félreértés ne essék, most is, mint régen, magas szinteken, amint látni fogjátok talán ebbe a videóba is, az ember el fog esni még mindig egy lövéstől, de mivel, hogy például az Arcane Guardian egy kis buffot kapott, extra 600 armor, egy maxos Arcane Guardian, így aztán az ember azt az egy-két lövést magasabb szinten is ki fogja tudni bírni. Na most a videó, amit láthatok, az egy sortin készült, egy korpusz sortin, tehát elmondhatni az ember, ha valamire nem jó, az a korpuszok ellen, és
Azt, ahogy mondjam, tehát azért a szorti, mert ott tudtam hirtelen és gyorsan magas ellenfelekbe ütközni, és egy nagy káoszba, és pont volt egy Survivor, és egyikre sem mondanám, hogy a favoritom az ember, de úgy döntöttem, hogy ennek a videónak a kedvéért elmegyek, és megcsinálom ezeket a szortikat végig, csak emberrel, hogy lássuk, hogy mennyire tudna helytállni. És mégpedig nekem a célom az volt ebben a videóban, egy olyan buildet csináljak, amivel kicsit helyettesíthetem a régi ultit, ezért úgy döntöttem, hogy egy olyan irányelvet veszek föl a modolásba, hogy maximális range, némi idővel, maximális effektivitással, viszont az overextended miatt lecsökkentettem az erejét, és kitársítottam egy intenzifájjal, szóval egy ilyen 70%-nyi erőm volt, 250 range-en, 175 effektivitással itt egy ilyen buildet csináltam, ami ugye azt eredményezte, hogy a 250-es range-ről lement 125-re nagyjából a range az embernek, de ez, ja, és természetesen használtam hozzá a Firequake augment módját, ami az ultiához kapcsolódik, hogyha a tűzeső ráesik az enemire, akkor azok az enemik elesnek, tehát legyen meg az a crowd control, és én régen is használtam a Firequake augment módot egy olyan range-en, ami 160%-nak felelt meg. Tehát a régi buildben 160%-os range-en volt Firequake augmenttel, és tökéletesen boldog voltam a crowd control-lal. Na most ez ugye ez azt eredményezte, hogyha lecsökken a felére az az ulti, de megnövekszik a sebzés, akkor körülbelül 140% körüli erőt érhetek el egy 125%-os range-en. Jó, nem 160-125, szóval van egy kis kompromisszum ott, de megengedhettem egy kicsivel több crowd controlt a játékban. Szóval nagyjából erre akarok kiukadni, tehát változtattak az emberen, viszont meg lehet oldani, hogy azért egy kicsit visszakapjuk azt a régi embert, nem teljes mértékben, de egy kicsit visszakapjuk azt a kényelmességét, és az alacsony és középszintű küldetésekig, ahol a legeffektívebben használtuk az embert egy exterminéten, egy defenden, egy szabotázson, egy capture-ön, egy bármin, ahova vitted az embert, és egy gyorsan akartál végigmenni, ez még mindig igaz tud lenni az emberre. És mindazoknak, akik ebben az új emberben egy potenciát látnak, én azt mondom, hogy nem nerföt kapott, hanem változott annyira, hogy több és változatosabb buildeket csináljunk rá, hogy megtaláljunk egy személyesebb játékstílust ezzel a karakterrel. Nekem tetszik ez a változás, és úgy örömmel fogadtam valahogy. Kicsit sajnálom persze a régi embert, de amit hozzá tudtam volna adni, hogyha már egy ilyet eljátszottak, akkor legalább egy kicsivel több armort adtak volna neki, hogy esetlegesen jobban bírni ezt a lövéseket. De az ember mindig megmarad az a középkategóriás, effektív karakternek, ahol alacsony és közép szinteken tudunk vele igazán dominálni, és úgy gondolom, hogy ez nem változott, és még mindig el tudjuk érni, hogy ez meglegyen. Mindazoknak, akik csalódtak abban, hogy az ember már nem az a régi, nem a régi, és nem úgy van, ahogy szeretnénk, azoknak azt mondanám, hogy a Frost a következő ember, mondjuk így, a Frosttal jelen pillanatban el lehet érni azt, mint a régi Sarinnal, aki emlékszik a régi Sarin ultira, amikor Exterminate-re vittük, hogy beugrottunk az enemik közé, egyet elultoztunk és elhullottak az enemik. Na most a Frosttal ugyanezt el tudjuk érni ugyanazon a build-el, amivel a régi Sarin, tehát maximális range-en fölemelve az erejét, amennyire csak tudjuk, és maximális effektivitással és nagyon kevés idővel. Tehát nagyon kevés idő, ilyen 10% idő, maximális effektivitás, 235-250-es range, és az ehhez társuló maximális erő, amit bele tudsz tenni, és alacsonytól középszintig, tehát legalább egy olyan 30-40-es szintig a Frost el tudja végezni az embernek a régi munkáját, illetve hát a régi szarannak a munkáját. Ez egy alternatíva tulajdonképpen, hogyha az emberben úgy csalódtál, és szerintem a Frost ebből a szempontból megérdemel egy esélyt, az embert viszont fel kell újra fedezni, hogy kinek milyen játék stílusra kedvez. Nos, srácok, remélem, hogy tudtam segíteni, hogy egy kicsit más szemszögből is láthassuk az embert, illetve, hogy hogyan hozzuk vissza egy kicsit a régi ember ultit, hogyha az hiányzik, de ezen új lehetőségeket is
nyitott más karakterek számára, mint például a Frost, vagy éppen egy más játékstílus számára, amit az emberrel el tudunk érni. Srácok, ennyi lett volna, tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot Facebookon, várom kérdéseiteket Necrocrim Facebookon, Discord linkünket használjátok, egészséggel azért van ott, videó leírásában van a link hozzá, köszönöm a figyelmet, sziasztok!